üdvözít a Bacsi Túrák, mai helyszín pedig, mondhatjuk, hogy a budapesti turistáskodás bölcsője, ugyanis amikor Magyarországon divatba jött a túrázás, illetve kirándulás, akkor Budapest lakói, illetve akkor meg csak Buda és Pest lakói itt, a Budai hegységben kezdték meg ezt a tevékenységet. A Budai hegységnek is most a déli részén, a budaörsi kopárok területén fogunk egyet kirándulni. Aki kíváncsi rá, tartson velem! Rögtön első célpont, sejtető nevű Törökugratóhegy. Hát nem véletlen az elnevezés. Az, hogy megmagyarázzuk egészen Buda várának összefoglalásaikkel visszamennünk. Ugyanis az ostromló magyar seregek gyűrűjén a törökök itt akartak áttörni valahol, talán pont itt lenn, hogy a várban lévő társaiknak segítséget nyújtsanak. Hát nem sikerült nekik, csúnyán szétverték őket a magyarok, és a törökök vezére, Szolimán pasa ide a Törökugrató hegyre menekült fel lovával. Hát nem sejtve azt, hogy a hegy túlsó végén, ahol most mindjárt elmegyünk, egy függőleges sziklafal található. Hát nyilván miután ezt érzékelte, két lehetősége volt, vagy megadja magát és esetleg kard érre is hányatja saját magát, vagy tovább menekül a mélybe ugorva. Hát az utóbbit választotta, lovával együtt a mélybe ugratott, így lett a hegy neve, Törökugrató. Íme alattunk a leszakadás, illetve Budaörs. Még egy érdekesség a Törökugratóról, mikor IV. Károly király második legitimista puccsára készült, hát itt zögykölődött a vonaton Budapest felé, és Budaörs határában tartóztatták fel a felfegyverzett egyetemisták, akiknek egy 80 fős csapata itt vert tábort a Törökugraton. Ki is alakult egy kis fegyveres összetűzés a királypártiak és a egyetemisták között. Tehát mindeközben mit csinált IV. Károly király? Ült békésen Bicskén, és misét hallgatva várta, hogy a hatalom az ölébe hújjon. Nem jött össze, ugyanis ezután a kis lövöldözés után a királypárti erők nem mertek tovább nyomulni, nem tudták, hogy mindössze néhány száz egyetemista állja útjukat, tehát nem volt komoly haderő, amely megakadályozta volna a király Budapestre való visszatérését. Azt tudni kell, hogy IV. Károly békepárti volt, tehát ő nem akart a fegyveres erővel visszaszerezni a hatalmat, nem akart vérontással trónra kerülni. Hát valószínűleg ezért is lehetett, hogy amíg itt az emberei lövöldöztek, meg elhullottak csatában, ő békésen üldögélt a misén. Ennyit a békéről. És már is egy újabb legendákkal átszölt elnevezésű hegyen járunk, ez a 24 ökrös hegy. Közben mutatom, Törökugrató, ott néna innen, talán kicsit jobban látszik, onnan ugratott le Szolimán pasa. Ez itt pedig a 24 ökrös hegy, hát ennek is köze van a törökökhöz, ugyanis az egyik verzió szerint onnan kapta a nevét, hogy a törökök 24 ökörrel vontattak fel ide ágyút vagy ágyukat. Hát nem tudom, hogy itt mit lőttek, annak idején itt meg nem sok minden volt. Na mindegy, arra fogunk tovább menni, de előbb megnézzük 24 ökrös hegyet. Egy másik verzió szerint onnan kapta a hegye nevét, hogy egy kövér mészáros 24 ökörben fogadott, hogy megállás nélkül fel tud futni a hegyre.
ami egyébként nem túl magas, 288 méter. Hát a fogadást végül megnyerte, igaz sokáig nem örülhetett, ugyanis állítólag még a csúcson meghalt. És most anélkül, hogy bárkinek bármi rosszat kívánnánk, azért mindannyian ismerünk egy kövér mészárost, aki ha megcsinálná ugyanezt és felfutna ide a hegyre, valószínűleg az ő keringési szervrendszere sem köszönné meg a dolgot. A csúcstól egy 100 métert odébb sétálunk, találtunk egy egész jó kis kilátópontot. Wow! Király! Még nem jártam itt, de egész jó. Sőt, nagyon jó. Ebbe az irányba a mai nap további célpontjai, Csiki hegyek, stb. Itt pedig a magyar-német katonai temető, vagy német katonai temető, nem vagyok benne biztos sajnos. Abba az irányba Viatorbágy, M1-es, M7-es kicsit arrébb. Az ott középen a Kecskehegy, majd ma még ott is leszünk, legalábbis a közelében. Nem tökéletes a kilátás, az biztos, de ami jól látszik, az a Budai hegység anyaga, ami nem más, mint a mészkő, illetve a dolomit. Hát leginkább dolomit, de mészkő is található, valamint egyéb jégkorszakban lerakódott ledékek. És hogyha valaki sokat jár az M7-esen Budapest irányába, akkor ez a 24 ökrös hegy az első ilyen kopár, szikla, falakkal rendelkező magaslat, amit az autópályáról megpillanthatunk. Ezeket az érdekes helyneveket, mint például Törökugrató vagy a 24 ökrös hegy, Csiki hegyek, Kecskehegy, stb. Az 1847-es budai közgyűlés adta, vagy állapította meg. Egészen addig ugyanis főleg német nevek voltak itt jellemzők a budai hegységben. Főleg ezen a részén, hiszen tudtommal legalábbis Budaörsön főleg abban az időben németek éltek. Közben újra a Törökugrató. Csíki hegyek a Budai hegység legdélebbi rögvonulata, és semmiképpen sem keverendő össze a csíki havasokkal, ami ugyebár Erdélyben található. Szóval annak magaslatai a 1500 méteres magasságot is nyaldossák, legmagasabb pontja azt hiszem 1550 méter. Míg ezek a csíki hegyek mindössze 200-300 méter magasak. Sőt, a Budai hegység legmagasabb pontja, nagy kopasz is mindössze 559 méter magas. De arról legalább már elmondható, hogy valódi hegy. Nem csak furcsa elnevezésekből, ilyen is ehhez hasonló üregekből is egész sok van a Budai hegységben. Ezek nem mások, mint a Piktor tégla üregek, majd később kifejtem, hogy pontosan mik ezek. Ez itt a Szálláshegy, 232 méter magas csúcsa, ha jól emlékszem. És valahol itt volt egy régi kőfejtő, nem tudom pontosan hol, mindegy is. Lényeg, hogy elütött eszembe, nem csak dolomit és mészkő van itt, hanem a úgynevezett Hárshegyi homokkő, amiről néhány filmmel ezelőtt a Naszály kapcsán már értekeztem. Úgyhogy ugyanazt nem mondom el. Lényeg a lényeg, hogy egy nagyon értékes
illetve széles körűen felhasznált homokkövünkről van szó. Hú, ígéretes. Azért jól néz ki még így ködös párás időben is. És emiatt szemben a farkas egy környékén is látszik, meg hát ha itt körbenézünk, rögtön értjük, hogy miért budaörsi kopárok. Hát a sziklagyepek miatt. Ezek a középegységi területek csekély talajborítású területeinek a jellemző társulása. Főleg Dolomitra jellemző, ugyanis a Dolomita mészkőnél kevésbé tud beerdősülni. Hát ennek a kőzet tulajdonságaira visszavezethető okai vannak, ne menjünk bele. Lényeg a lényeg, hogy itt is a Dolomit sziklagyepekről beszélünk. Viszont bármennyire is élettelennek és hát kopárnak tűnik a táj, jó nem itt, de az előbb, viszonylag gazdag és hát szó szerint értékes élővilággal bír, ugyanis itt él a fokozottan védett magyar gurgolya is, aminek természetvédelmi értéke tövenként 100 000 forint. Itt a Farkashegyen volt a magyarországi vitorlázó repülőgép élet központja, innen indult minden. 1929-ben, ahogy talán látni is, ez itt, ha jól látom, két szárnyakon lenni. Igen. Hát egykor itt a lankákon hemzsegtek a vitorlázó repülők. Hangár is volt, az ott a MÁV pihenőháznak a, hát a maradványai, az a két boltív. Az az épület pedig ott a távolban, ott középtájon, az a volt Horthy Miklós pilóta otthon. És hát ugye tudjuk, hogy ami egyszer felszáll, az hát vagy leszáll, vagy leesik. És ha itt megnézzük a képernyő közepén, valahol talán kivehető, egy kőkereszt, az is egy lezuhant gép, jobban mondva lezuhant pilóta emlékére állott. Kilátás továbbra is nagyon fasza, még ezzel a sejtelmes köddel is azt mondom, hogy egész jó. Na nézzük ezeket a piktor tégla üregeket, ugyanis itt van egy újabb. Hát elég meredek a lejárat, úgyhogy itt most nem fogok leereszkedni, meg nem is tanácsos járkálni bennük. Lényeg a lényeg, hogy a 19. századtól kezdtek itt Budahegységben fehér agyagot bányászni, amiből aztán ilyen kis téglákat, úgynevezett piktor téglákat vagy festő téglákat készítettek. Hát ezeket szét kell törni, morzsolni, aztán a festék közé keverni. A további teendők listájával nem vagyok teljesen tisztában, de azt hiszem, hogy a festék fedő képességét növeli. Elvileg van olyan is, amiben csak simán be lehet sétálni. Ha megtalálom, akkor megnézzük azt is. Na igen, itt egy újabb, ennek még ajtaja is van. Ki is van írva, hogy tartsuk zárva. Nem rossz. Azta. Ez már termetes üreg. De vagy ez itt simán elmozdítható. Hát nem tudom, bemerjek menni? Nem szívesen. Mondjuk bezárni nem tudnak, az biztos, de egyéb baleset még érhet odabenn.
Fú, amúgy nagyon érdekelne. Na jó, bejöttem, mert az van, hogy minden bazsitúrák részben van valami hely, ahova vagy nem megyek föl, vagy nem megyek le, biztonságra hivatkozva. Úgyhogy most ide besétáltam. Itt a híres neves fehér agyag. Nagyon jó idő van itt lenn. Azt nem mondom, hogy biztonságban érzem magam, mert nyilván életveszélyes a hely. Viszont tele van cipőnyommal, úgyhogy látszik, hogy más is járkál erre. Nem csak én. Hú, ez elég hosszú ez a járat. És mivel eső után vagyunk, hát tényleg nem nevezném biztonságosnak azt, amit most csinálok, de mindegy. Most ezt bevállaltam. Nézzük. Wow. Itt egy mellékjárat. Ott egy másik, az ott be van omolva. Hát, izgi. Nem tudom, mi fog ott látszódni. Tök jók a rétegek. Van itt mindenféle szín. Piros, fekete, szürke, sárga. Izgalmas. Na jó, itt... Igen. Az ott be van omolva a végén. És hogy nagyon nem megyek tovább. Mert itt már nem tűnik túl biztonságosnak. Aha. Nem tudom, mennyi látszik. Hát ott még van valami kis teremféle. Azt még megnézzük. Na jó. Igen. Itt van egy terem. Arra jobbra még folytatódik, de hát megmondom őszintén, az már nekem kicsit sok. Nagyon szép a színe. Jó, tehát ez nem is piktortégla üreg, ez piktortégla barlang. Hogy menjünk még? Hát, nem, ott is be van omolva. Ott pedig még, hú, hát igen, ott még egy jó 20-25 méter van tovább, de ott már nagyon szűk, és megmondom őszintén, ez jó, ez itt már tűrés határ, úgyhogy forduljunk vissza. Bár ugye népszerű bölcsesség mostanában, hogy az élet a komfortzónán túl kezdődik, viszont gyakran ott is végződik, úgyhogy azért egy határt mindig meg kell húzni. Közben nem tudom, látszik-e ott a végén, mármint a vége. Hú, legalább 100 méter, ha nem több. Tehát kicsit kényelmetlen, mert én csak lehajolva férek itt el. Lejt is az út, illetve most már emelkedik. Izgi. Ezzel együtt nem buzdítanék senkit, hogy ide lejöjjön. Bármikor beomolhat. Főleg ez ilyen agyagos kőzet, ugyebár. Az esőben kiszámíthatatlan. Illetve sok eső után inkább úgy mondanám. Meg hát ugye a gyökerek, azok folyamatosan tágítják a repedéseket. Hát itt is kiválóan látszik. Hú. Na igen. Itt van egy másik járat. De be van omolva az is. Hú. Kifejezetten meleg van itt lenn, úgy kinyitottam a
kaput, rendesen szállt ki innen a gőz, vagy hát a meleg, a pára. Igen. Itt egy másik járat, ez ott be van omolva, bár utána még ott lehetne kúszni tovább. Érdekes, nagyon érdekes hely. Tehát Viktor Tégla üreg. Kimászni is egyszerű ezen a csúszós fém ajtón, de azt már nem mutatom meg. Na most, ha innen a volt pilóta otthontól elindulunk észak-kelet irányba, akkor egyrészt Csillebércre, másrészt pedig a KFK-i épületéhez érünk, aki esetleg nem tudná, Központi Fizikai Kutatóintézet. KFK-t 1950-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a magyar fizika többi tudományákhoz képesti lemaradottságát kicsit ledolgozzák, felfejlesszék. Sikerült is. Számítógéptől atomreaktorig nagyon sok mindent fejlesztettek, kutattak, építettek itt, de a legnagyobb durranás az a pilledózismérő. Ez az eszköz egy passzív, termoluminescens elven működő sugárdózismérő, és hát a világűrben folyamatosan jelenlévő kozmikus sugárzás hatásainak a mérésére szolgál. A termoluminescencia egy, remélem jól mondtam, egy fizikai jelenség, melynek során az elektromágneses sugárzásnak kitett minta később a felmelegítése során fényt bocsájt ki magából. Érdekes. Na mindegy, ezt a pilledózismérőt még Farkas Bertalan vitte fel először az űrbe, és ennek az eszköznek a továbbfejlesztett változatai mai napig használatban vannak. Azért jó ez a túravezetősdi, mert az ember így mindenféle tudományba belekóstol, kicsit mindenhez kell érteni. Hát szokták is mondani, hogy a jó túravezető egy polihisztor, mindenhez ért legalább egy kicsit. Hát én azért még messze vagyok tőle, hogy ezt elmondhassam magamról, de hát folyamatos és töretlen a fejlődés. Úgyhogy ez mindenképpen jó. Mert hát ugye, minden videó előtt azért rendesen utána kell nézni mindennek. Így is néha becsúszik, hogy egy-egy olyan eset, hogy hülyeséget mondok, és akkor otthon rájövök, vagy még itt közben. De hát azért jobbára helytálló tényeket kell közölni, különben az embert nem veszik komolyan. Ja, most a Sorrentóhoz megyünk, Sorrentó sziklákhoz, de nem Nápolyba, hanem ide az itteni változatához. El nem tudom képzelni, hogy ezt a nevet kiadta neki, ki szerint hasonlított ez Sorrentó szikláihoz. Mindegy, megnézzük. Bár én nagyon szeretem a fekete fenyőt, nem véletlenül van benne a logomban is, a Szent György hegyjel, amit szintén nagyon szeretek, de hát azért el kell mondani, hogy itt a Budai hegységben is ezek, vagy hát ez betelepített állomány, természetesen nem őshonos, mint ahogy a fekete fenyő, hát talán egyáltalán nem őshonos Magyarországon, de hát a 60-as években úgy gondolták, hogy hát a hiányzó erdőrészeket, vagy eddig kiirtott erdőrészeket fekete fenyővel pótolják, csak hát ugye ezzel az a baj, hogy ez eléggé invazív faj, és nagyon bír terjeszkedni. Arra nem beszélve, hogy a talajt is átalakítja, abban most nem megyek bele, mert a talaj az a gyengém, ahhoz nem értek. Lényeg, hogy fenyő erdő után egy bármilyen lombos erdő
már nagyon nehezen telepedik meg abban a talajban. Tehát ugye a 60-as években, meg főleg a szocializmusban nem volt jellemző a hosszú távú gondolkodás. Egy-egy 5 éves tervbe pedig hát nem volt problémás belehelyezni némi fekete fenyő telepítést. Kellemes az ösvény. Ez itt szemben pedig a Szekrényes hegy. Innen nagynak tűnik, de valójában csak 364 méter magas. Továbbra se győzött meg ez a Sorrento. Valószínűleg, ha nem lenne ez az egzotikus elnevezés, a kutyát nem érdekelné a hely. És meg tele volt emberrel, kisgyerekes családokkal. Ennek megfelelően videózni sem nagyon tudtam. Hát ennyit, amennyi az előbb látszott. Mert hát olyan világot élünk, hogy most már minden ez engedékel, és mindenkire ferde szemmel néznek, aki kameráz. Megfigyeltem, hogy most már lassan minden videóban köveket mutogatok. Agyagot meg nem mutattam. Íme az agyag. Hát talán az egyik legérdektelenebb kőzet. Legalábbis a múltkori zöld pala után mindenképp. Hát mindegy. Ez is van. Kaptárkövekhez tartunk éppen. Azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag semmilyen út nem vezet odáig, de hát nincs messze, innen már látom szabad szemmel. Hát mutatom, ilyen kis alig kivehető nyom. Hát ezt akár még vadcsapásnak is gondolhatnánk, de valószínűleg állnak erre emberek is. Hívják ezeket egyébként bálványköveknek, illetve püspöksüvegnek is. Hát formájából ítélve nem véletlenül. Kaptárkövek elnevezés pedig onnan jött, hogy állítólag a középkorban mindenféle mélyedéseket váltak ezekbe a kövekbe, és abban méhészkedtek. Ez nem tudom mennyire igaz, de ott fönn talán látszik. Ott van is egy olyan üreg. Elég magasan. Bár nyilván védeni kellett a méheket. Hát út az egyáltalán nincs. Semmi. Vagy csak rossz helyen keresem. Na mindegy, most itt fölmegyünk. Valahogy. Ha sikerül. Hát ez izgalmas volt. Felmásztam itt. Itt. Jó meredek. Hát lefelé majd valamilyen alternatívát kell keresni. Ugyanis lefelé biztos nem lesz az jó. Sőt, most itt megint nem igazán tudom, hogy merre kéne. Legalább kapaszkodni, azt lehet. Na, csak fönn vagyunk. A kérdés, hogy volt-e értelme ennek. Egyelőre nem úgy tűnik. Hát, igen. Kb. Semmi értelme nem volt. De mindegy, ha már itt fönn vagyunk, akkor nézzünk körül. Ha tudunk. No tehát, kaptárkövek,
Elsőre jónak tűnő, de valójában az egyik lehető legrosszabb szemszögből. Itt egy, ott még egy. Hát ezt lehet, hogy lentről kéne valahogy megmutatni, de fogalmam sincs, hogy merre és hogyan lehetne ezt megközelíteni máshogy. Na mindegy. Ott szemben pedig a Kecskehegy, amit a 24 ökrös hegyről már mutattam a film elején. Na jó, hát itt nincs tovább sem erre. Ja. Maximum lecsúszok seggen. Az még egy opció. Na, csak sikerül jobban szemügyre menni. Most itt vagyok az egyik kaptárkő tetején. Szuper. Ide ki is állok. Wow. Jó kis mélység van alattunk. Talán itt megy le egy ösvény? Kérdés, hogy hova vezet? Valahol itt az út lenne, innen jöttem fel. Azon a jelöletlen úton. Jó kérdés. Na és akkor ott a másik kaptárkő. Vagy püspöksüveg, fene tudja, hogy micsoda. Igen. Hát. Mondjuk ez már így eleve látványosabb, mint a Sorrento sziklák. Úgyhogy inkább ennek kéne a felkapott helynek lenni. Na de mindegy. Nem adok tippeket. Nem baj, hogyha nem pusztul a hely. Közben itt egész furcsa nyomok. Mint hogyha itt lett volna egy kisebb erdőtűz. Nagyon úgy tűnik, meg van perzselődve a fák töve ezen a részen. Néhányat ki is vágtak. Meg hát ugye elszenesedett fatörzsek mindenfelé. Hát igen, itt valami tűz lehetett. De ez egyébként a 24 ökrös hegyről is látszódott, ami most ott a kép közepén van. Tehát onnan is láttam ezt a részt, csak akkor még nem tudtam, hogy mi ez a kopár terület. De hát most már látszik, hogy itt tűz volt. Itt is látszik jól. Megégett a fatörzse. Ez volt a Pazsitúrák eheti epizódja innen a Budaörsi hegyekből. Tartsatok velem legközelebb is. Iratkozzatok fel, kövessetek Facebookon, az erdő legyen veletek, sziasztok!